A futballban nem lehet hazudni. Tehát hosszú távon nem lehet hazudni, és azért ez most látszik a jelen helyezésünkön, hogy lehet, hogy nem mindig voltunk őszinték az elmúlt időszakban. Gratulálok Csábi Józsefnek, ugyanis egy nagyon masszív honvédot sikerült összetenni, annak ellenére, hogy nem sikerült pontokkal vagy ponttal távozniuk. Úgy érzem, hogy rányomta a bélyegét a mérkőzésre az, hogy a honvéd felívelésekből próbálkozott, és ugye nekünk a saját kapunk elől kellett támadnunk, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy siker volt, főleg annak tükrében, hogy az MTK nem tud nyerni. A videótonjátékosok nem hagyták, hogy fázzál ezen a mérkőzésen. Hát igen, erre számítottam, meg készültem is, hogy ez így lesz. Azt mindenképpen látni kell, hogy nagyon nehéz úgy meccseket nyerni, hogyha nem rúgunk gólt. És hogyha megnézed a tabellát, akkor a 13 meccs alatt rúgtunk 9-et, ráadásul az első fordulóban rögtön 3-at, ami nem az igazi. Én most megnéztem meccs előtt, hogy az elmúlt két szezonban a kapott gólokkal hogy álltunk ugyanebben a stádiumában a bajnokságnak. A kapott gólokkal hasonlóan álltunk egyébként, mint ebben a szezonban, tehát nem a védekezéssel van itt a legfőbb probléma. Még a csapatjáték egy kicsit dadogós előrefele, de hát azért azt nem lehet elfelejteni, hogy itt a három edzőváltással nem olyan könnyű alkalmazkodni hétről hétre, hogy más stílus kell megszokni, ráadásul az egyik olaszul köszön, a másik hollandul, a harmadik magyarul, tehát azért nem olyan egyszerű történet ez. Szerdán is, aki látta a mérkőzést, és ma is egy olyan mentalitású csapat volt a pályán, akik én azt hiszem, hogy a jövőben mindenképpen minimális elvárás lesz, és a honvéd érdekeit szem előtt téve kell minden napjainkat tennünk. Nagyon nagy út előtt állunk, de egy magasabban jegyzett csapat lesz a honvéd. Ebben biztos vagyok, ha ezt így csináljuk tovább. Nikolics Nemanjának köszönménye is, ugyanis nagyon jól készítette le nekem azt a labdát, és főleg azt köszönöm, hogy a mozgásával elvitte az egyik belső védőt, és így nekem könnyebb dolgom volt. Szerencsés gól volt, de úgy érzem, hogy ezt nem kell megmagyarázni. A rutintalanság az egy olyan dolog, hogy ha nem játszol meccset, akkor nem leszel rutinos. De hát igazából ezt be kell áldozni, ezeket a 10-20-30-50 meccseket, mire ezek a srácok már tudják rutinból és zsigerből, hogy mit kell csinálni. Elég ránézni a Juhász Roli játékára, hogy elképesztő rutinnal és egyszerűen hihetetlen stabilitással futballozik. Ez azért van, mert annyi idős amennyi, és annyi meccse van amennyi. Tehát ezt nem lehetne elvárni egy nulla meccses középhátvédtől. Úgyhogy valószínűleg ez is közre játszik, meg még nagyon sok minden közre játszik abban, hogy mi most itt tartunk, de a futballban nem lehet hazudni. Tehát hosszú távon nem lehet hazudni, és azért ez most látszik a jelen helyezésünkön, hogy lehet, hogy nem mindig voltunk őszinték az elmúlt időszakban.